Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Város polgármestere Soproni Tamás, szép jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Hát itt az ideje, hogy megtudjuk, hogy milyen is volt tulajdonképpen ez a népszavazás, mert nem mindenki osztja az önvéleményét, ugyanakkor mindenki szeretné, hogyha ritkítanák a rövid távú kiadásokat a társasházakban. Hát komplex probléma ugye az Airbnb, a rövid távú szálláshely kiadás által felvetett kérdéskör, hiszen hogyha arra gondolunk, hogy mennyi hasznot hoz persze, akár az önkormányzatnak adóbevételben, akár a turizmusnak Magyarországon, a helyi vendéglátás részben erre épült, illetve vannak olyan, van egy olyan szektor is, amelyben munkavállalók dolgoznak ezeken a helyeken, akik mondjuk karbantartanak, vagy takarítanak, akkor csak a jó oldalt látjuk, de azért valójában van neked nagyon-nagyon problémás oldala is, például a közösségi eljutés szabályait be nem tartó turisták érkezése. Azért egészen más az, hogyha a szomszédban ott él a szomszédom, akivel néha, nem tudom, elkéri a tepsit, meg egy kiló lisztet, és akkor kicseréljük azt, ami éppen másnak szüksége van, mint hogyha egy olyan turista érkezik, aki 3 napot tölt ott, és ezáltal nyilván más az ő életvitele is talán. Ezek nagyon súlyos problémákat okoznak, és nagyon sok panaszt kapunk erre, úgyhogy ezért kérdeztük meg a lakókat, hogy ők mit gondolnak, mit szeretnének, legyen Airbnb Terézvárosban, vagy ne. A szállodaszövetség sincs ez ellen, csak azt mondja, hogy ne kétféleképpen kezeljék őket, rájuk is vonatkozzanak a törvények. Igaz, az Airbnb szövetség elnök azt mondta, hogy ők ugyanúgy fizetnek adót, a szállodaszövetség elnök azt mondta, hogy vegyenek részt a parkolók létesítésébe és a többi. Tényleg, hogyha egy szálloda működik tulajdonképpen egy lakóházban, az megterheli a parkolást, hát tudnék az önkerületébe több olyan szállodát is, illetve lakóházat, ami majdnem hogy szállodaként működik, ahol lehetetlenség lassan gyalog is közlekedni. Ez így van, alapvetően ezek a problémák többsége az a közösségi együttést érinti, és talán nem az egyéb ilyen externáliákat, mint akár a parkolás, de az például egy elvárható dolog lenne, hogyha van egy ilyen kvázi lakásszálloda a házban, akkor legyen egy 24 órás telefonszám, amin elérhető a tulajdonos. Mint egy hotelbe is, ha az ember bemegy, akkor van egy recepció, ami 24 órában elérhető. Ezek egyébként azt gondolom, hogy magasabb szintű jogszabályban, tehát törvényben előírásként támaszthatók lennének. Törvényhozási bizottság elkezd foglalkozni, ha jól értettem. Igen, ezzel. Ennek én nagyon örülök, és örülök, hogy Terézváros tematizálta, diktálta a tempót tulajdonképpen Budapestnek. Ugye Nagy Márton miniszter jelezte ezt, hogy elkezdtek foglalkozni a témával. Kíváncsi leszek az országos szabályozásra. Milyen volt az alakuló ülés a fővárosban? Mennyire fog ebben részt venni? Azelőtt nagyon aktív volt. Hát igen, mi most már nem ülünk bent a fővárosi közgyűlésben, én szomorúan látom azt, ami bent történik. Nagyon szomorú. Mert nem, én mint budapesti polgár látom ezt szomorúan. Tehát azt láttam, hogy alapvetően arról szól, és mindenkinek az az érdeke, hogy a főpolgármestert valamilyen módon nehéz helyzetbe hozza minden frakciónak. Nem Budapest ügyeiről van szó, nem arról, hogy még a körutat hogyan fogjuk felújítani, mint ahogy azt mondjuk mi. Hát de Vitézi Dávid abszolút a 101 pontjáról beszélt. Tehát tényleg arról, hogy mivel lehetne szebbé, jobbá tenni a nemzetállam fővárosát. Hát én azt láttam Vitézi Dávidban, hogy ő arról az lenne a cél, hogy a főpolgármesternek minél inkább levagdossa a szárnyait, hogy akadályozza egy olyan szervezési, vagy szervezeti és működési szabályzat elfogadásával, amelyben a főpolgármester egy béna kacsa lenne, azért, mert ő nyilván 29-ben főpolgármester akar lenni. És hogy mondjam, én meg addig is itt élek ebben a városban, addig is azt szeretném, hogy működne a főváros. És a többiek is főpolgármesterek akarnak lenni? Nem, Szentkerre, Alexander minden bizonyal, ezt nem tudom megmondani, ki ott van például 10 tagja a Tisza pártnak. Ők is egy nehéz helyzetben lavírozták magukat, én azt látom, mert az a céljuk, hogy ne fogjanak össze Karácsony Gergellyel nyilván, hiszen akkor ők túl közel lennének az óbó ellenzékhez, nyilván a Fidesszel sem működnek együtt, senkivel nem működnek együtt. Na de mi az, hogy nyilván? Azért választották meg őket, hogy a lakosságnak jobb legyen, azért küldték oda őket. Akkor miért kapják majd a fizetésüket? A nem együttműködésért? Máshogy fogják fel a feladatukat sajnos. Mindenki ellenzéki tulajdonképpen ezt lehet elmondani. Karácsony Gergelynek nincsenek szövetségesei bent, vagy minimális számban vannak. Hát nem áll egy párt mögötte, illetve...
Illetve a kutyapárt egyébként nagyon korrektül viselkedett, én rajtuk láttam azt a felelősségérzetet, ami egyébként meglepő, hogy egy viccpárt. De ez nem elég a boldogsághoz. Ez nem elég a boldogsághoz, de Baranyi Krisztinának nagyon tisztelem a működését ott is. Én szerintem ő már megbánta, hogy egyáltalán időt pazarol rájuk. Könnyen lehet, mert a főváros közgyűlésre. Könnyen lehet. Itt volt, és ha jól értettem, akkor ez az álláspontja most. Igen, mi ebben azt hiszem egyetértünk, hogy nagyon félelmetes az, ami a fővárosban történik. Miért történt ez meg, hogy önök nincsenek ott? Olyan politikai helyzet volt ugye júniusban, amely nem kedvezett a kisebb pártoknak. Nyilván arra tanította az ellenzék 10x éve a választókat, hogy arra kell szavazni, aki leváltja Orbán Viktort. A Momentum nem tudta ezt az ígéretet teljesíteni, nem tudta ezt ígérni sem hitelesen egy kampányban, hanem ott volt Magyar Péter pártja, amely ezt hitelesen ígérte az embereknek, és mindenki oda szavazott. Megértem, elfogadom a választók döntését, noha sajnálom, és azt gondolom, hogy Budapest érdekeit, ahogyan most látjuk, talán nem ez nem szolgálja. De hogy lehet Magyar Pétereken, Magyar Péter pártján vagy rajtuk számon kérni? Azok, akik rájuk szavaztak, mit tudnak tenni? Hisz nem lehet megbüntetni őket, hogy akkor legközelebb majd nem szavaznak rájuk. Ez évek múlva. Tehát ők be vannak betonozva, és azt csinálnak, amit akarnak. A parlamentben sem lehet pofon ütni őket, mert nincsenek ott. A választók nyilván tudják értékelni a politikai munkát, azt a munkát, hogy az ő közösségükért mit végzett el egy adott párt, adott közösség. Mondjuk a főváros közgyűlésben lehet, hogy nem 5 év múlva jön ez az időpont, el tudom képzelni, hogy annyira működésképtelen lesz a főváros, hogy akár a kormányhivatal vezetője kezdeményezi a feloszlatást, mert ez is előfordulhat, akár magukat feloszlatják. Én most végignéztem, de belehallgattam azért a közgyűlésbe, és mondom, az a stílus, az együttműködési képtelenség tulajdonképpen az ijesztő volt számomra. Én nem vagyok benne biztos, hogy 5 évig fog tartani a fővárosi közgyűlés mandátuma. Az ön pártja a közelgő választásokat 2026-ban ön szerint meg fogja tudni ugrani? Meg kell, hogy mondjam, én elsősorban Terézvárossal foglalkozom, és ez így volt az elmúlt években is. Úgyhogy ezt én bízom benne. Akkor nézzük Terézváros fejlődését. Mi az, amit nem sikerült, megígért és nem sikerült, és most jött el az ideje, hogy megtegye a városért? Amit nagyon izgalmasnak tartok, hogy nagyon sok tervünk készült el az utolsó évekre, hiszen korábban nem voltak sajnos, amikor megérkeztünk 19-ben, és kinyitottuk a fiókot, akkor üresek voltak ezek, abban az értelemben, hogy tervek, fejlesztési tervek nem voltak. Pénz nem volt, vagy tervek nem voltak? Pénz az volt, csak tervek nem voltak, ami ugyanolyan probléma. És a kampányban is már nagyon sok fejlesztésünk valósult meg, és most éppenséggel így októberben, szeptemberben, októberben elindult a Csengeri utca utolsó üteme, a Jókai utcai kereszteződések felújítása, a Liszt Ferenc térnek az első része, most indul majd nem sokára itt a közelben a Bajza utca és a Bencúr utcának kereszteződése, ami ugye egy balesetveszélyes helyszín, a Bajza délibáb kereszteződése, és folyamatosan beindulnak ezek a fejlesztések, nagyon izgalmas, tényleg mindenhol törjük az utat, és kicsit zöldítünk, és kicsit biztonságosabbá tesszük a várost. Azt már tudjuk, hogy mi az elképzelése a rövid távú kiadással. Mit tesz a fiatalokért, hogy Erzsébetváros, Terézváros átlag életkora egy kicsit fiatalabb legyen? Részben egyébként kapcsolódik a két téma, hiszen nagyon sok fiatal nem tud beköltözni a belvárosba, hiszen megfizetni azokat az albérlet árakat, amelyek itt vannak. Éppen a minap egy ismerősömtől hallottam, hogy ahonnan ő kiköltözik albérlet, az egy 24 négyzetméter, és 240 ezer forintért akarja kiadni a tulajdonos. Mennyi? 24 négyzetméter és 240 ezer forint. Ez nonsens. Tehát tényleg csak külföldiek tudnak sok esetben beköltözni, fiatalok, akik még családot alapítanának, vásárolni sem tudnak, de még albérletbe is nagyon nehezen költöznek be. Ez nem így volt egy 10 éve, nagyjából. Én azt gondolom, az Airbnb tiltása is hatással lesz erre, de emellett persze van nekünk egy extra feladatunk az önkormányzatnak. Mi egy-két éven belül befejezzük az összes olyan ingatlannak a felújítását, amely korábban üres volt, és nem lehetett kiadni, és mondjuk értékelhető minőségű még, tehát nem az van, hogy egy szoba, és nincsen benne WC, konyha, stb. Tehát szükséglakás.
sokról beszélek, minden ilyet fel fogunk újítani, ami azt jelenti, hogy több száz lakás kerül még így általunk is a kvázi piacra, nyilván a szociális bérleti piac, és büszke vagyok rá, hogy mi nagyon sokat tudunk segíteni ezáltal a fiataloknak is, és persze a rászorulóknak általában. Nézzük az egészségügyi ellátást. Ön féle attól, hogy az orvosi rendelőit a kormány lenyúlná, hogy pestiesen mondják? Van ilyen terv, vagy volt ilyen terv, én azt hallottam, hogy a fideszes polgármesterek is nyilván ezekben általában egy oldalon állunk, és ügyesen lobbiztak, úgy hallom, hogy ez lekerült a napirendről. Én, hogyha valaki elmegy most a Csengeri utcai rendelőintézetbe, az elmúlt évek fejlesztései, és hadd ismerjem el az előző vezetést is, tehát hogy amíg azt mondtam, hogy még az utcafelújításban tervek sem voltak, addig mondjuk a rendelünk felújításában a fideszes korábbi vezetés, és mi is nagyon sokat tettünk azért, hogy nyugat-európai minőségű ellátást biztosítsunk. Tehát ha ma valaki bemegy, nem tudja szerintem, hogy most Bécsben jár rendelőben, vagy a Budapest 6. kerületében, erre nagyon büszke vagyok. Értem. Csendrendelet, és tulajdonképpen a fapados turizmus, hogyha megszűnik az rövid távú kiadás, akkor az is megszűnik? A problémák egy része biztosan, azért érdemes tudni, hogy a lakóknak elég sok joga van ma is. Mondok egy példát, pont a körúton volt egy kocsma, vagy van egy kocsma, amelynek nem sikerült normális kapcsolatot ápolni a lakóközösséggel, és a lakóközösség kérvényezte nálunk, hogy vonjuk vissza az eltérő nyitvatartási engedélyét, ami azt jelenti, hogy 10 órakor be kell zárni a kocsmának. Szóval, hogy motiválva vannak ezek a vendéglátóiak is arra, hogy jobban legyenek a tulajdonosokkal, amit sokféleképpen elérhetnek, de hogyha valaki mondjuk arrogánsan lép fel, hogy na hát mi kocsmánk a legfontosabb ebben a házban, és nem a ti nyugalmatok, akkor bizony van eszköz a társaház kezében. Akkor van baj, amikor többségbe kerülnek ugye az üzlet tulajdonosok, és akkor már nincsen ráhatása a lakóknak. Hát erre is volt már. Erre is volt már példa sajnos. Mi próbálunk fellépni minden esetben. Például teraszt Terézvárosban nem lehet már évfél után akkor sem nyitva tartani, ha van egyébként eltérő nyitvatartási engedély. A nyári időszakban ez súlyos problémát okozott. Nem csak kocsmáknál, mondjuk volt olyan giroszos is, ahol ez problémát okozott, és kérték a lakók, hogy ezt ne engedjük, ezt is tudjuk korlátozni. Úgyhogy van azért a kezünkben eszköz, én arra buzdítok minden lakót. Hát most a tél következik, úgyhogy bízunk benne, hogy ezek a teraszok megszűnnek, és végre parkolni lehet. Ön az első között volt, aki a helyi lakosoknak parkoló tábla biztosítékokat tett ki. Bécsben ma már a rendszámokat írják rá, hogy kik a lakók. Ez bekövetkezhet nálunk is? Nem. Azért nem, mert nem lehet fenntartani egy-egy tulajdonosnak egy-egy parkolóhelyet. Ha megnézzük, hogy egy házban hányan élnek, és hány autó van, és hány parkolóhely a ház körül, akkor azt látjuk, hogy azért egy kb. 2 versus 1-es arány lép. Na, de éppen ezért önök igénybe vesznek parkolóházakat, így van. És oda próbálják küldeni, milyen fejlődés várható a kerületbe etéren. Most már több mint 200 körüli ez a szám, és próbáljuk ezt tovább is törekedni arra, hogy minél magasabb számban tudjunk nyújtani ilyen parkolóhelyeket. De azért azt kell mondanom, hogy arról is beszélnünk kell, hogy az utcai parkolás sincs ingyen, és a helyi lakosoknak sem lesz ingyen. Ugye a 8. kerületben, 11. kerületben sok helyen meglépték már, most a 9. kerületben is kezdeményezik ezt, a 13-ban is azt hiszem, hogy évente legyen legalább egy minimális díj, nem 1920 forint, mint ami most, hanem valami értelmezhető díj egy cigi ára, egy havonta egy cigaretta ára, vagy hasonló mennyiségben, hogy érezzük azt, hogy igen, azért az utcai parkolóhely is pénzbe kerül. Úgyhogy ez is segíteni fog egyébként szerintem alapvetően, hiszen azok, akik egyébként nem itt élnek, de itt váltanak ki lakossági várakozási engedélyt, és azért, mert belvárosban akarnak parkolni, ők talán ennek a hatására nem igénylik ezt. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, sok egészséget, és visszavárjuk. Előzetesek, és már is érkezik Latmon Tamás, nemzetközi jogász, egyetemi docens. Tartsanak velünk!